Idén is Bonyhádon tartották a Halmos Béla országos népzenei találkozót. Szombaton egész nap és vasárnap dél előtt versenyműsor keretében mutatkoztak be a népdalosok, népzenészek. Őket neves zsűri értékelte. Köztük volt Juhász Katalin néprajzkutató, Vizeli Balázs, a Vizeli trió prímása, Mohácsi Albert, bonyhádi származású népzenész és Eredics Gábor, Kossuth Díjas népzenész. Az eseményt, ami 4 évtizedes múltra tekint vissza, 2 évente rendezik a Tolna vármegyei településen. Valóban az ember nagyon sok tapasztalatot tud szerezni itt. Általában mostanában már az alapfokú, a középfokú, adott esetben még utána a felsőfokú nemzetoktatásnak is bizonyos szempontból ez egy szemléje. Régebben egy ilyen általánosabb dolog volt. Én emlékszem, hogy nagyon komoly előadók itt tűntek fel először. Itt ismertünk meg néhány nagy zenészt. A kétnapos találkozóra idén rekordszámban jelentkeztek. Az énekesek és a hangszeresek versenyműsorokban méretettek meg. Bonyhád számára nagy büszkeség a 20. jubileumi alkalom, mondta Filóné Ferenc Ibolya. Nincsenek véletlenek, hiszen ennek a kultúrháznak az elődjeben dolgozott népművelőként az a Szabó László, akinek egy ötletéből valósult meg, bár ő akkor nem csak népművelő volt már, hanem népzenész is, és a mai jelenlegi művelődési központunk igazgatója Juhász Józsa pedig, aki hosszú évek óta szervezi ezeket a találkozókat. A rendezvény eredményhirdetéssel zárult.